Mókus vagyok, ez pedig itt a Mini Mese. Az okos leány. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy molnárnak egy takaros okos leánya. Olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padlásán 100 esztendős kendere. Fonja meg azt aranyfonálnak. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót. Akkor szívesen megfonja az aranyfonalat. Mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorson fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak. Van neki a padláson egy régi lyukas korsója. Foltozza meg, ha tudja. Megint visszaizen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről fordoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a leány ő hozzá. De menjen is, meg ne is. Köszönjön is, meg ne is. Vigyen is ajándékot, meg ne is. Erre a leány megfogott egy galambot, két szita közé tette, elkérte az apjától a szamarat, és így ment a király elébe. Mikor aztán odaért a királyhoz, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát. Aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem is. Köszönt is, nem is. Vitt is ajándékot, meg nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül. És azóta is boldogan élnek. Vége!